Sziasztok! A mai videóban egy farmer fogunk felajazni, úgyhogy megnézzük egy férfi kezébe, hogy áll egy varógép. Amint látjátok, már fel lett hajtva, én be is jelöltem a nadrágot. És már nagyon szinten bejelöltem, hogy le is vágtam egy darabot. Ez jelenleg a feleségem, mert látjátok, virágos, én ilyen nadrágot nem hordok. Amint látjátok, jelenleg a ruhaszárító az én munkapadom. És ha ezt ugye felhajtjuk, farmernál kettő hajtást szedünk, mert ez a vége, így, ha le van vágva, ez elkezd foszolni, és onnantól kezdve nagyon csúnyán tud kinézni. Most viszont már úgy áll, ahogy eredetileg le kell vágni. Így. De felrakjuk mind a két végét, mert húzza lefele is, legyen fent a gyereka is, nekem itt a munkapadomon, a kijelölt munkapadomon, hogy itt a hajtás, ezt szépen megjelöljük. Szóval innen, ettől a jelöléstől, a hajtástól nekünk még el kell mérnünk, hogy kétszer fel tudjunk hajtani. Úgyhogy mérünk 3 centit. Ugye van a hajtás, az első, ez így 1 centi, de ami itt van a hajtásnál, ez egy fél. Majd megint hajtottok. Ugye az a fél összejön megint 1 centire, úgyhogy 3 centit minimum hagyjatok rá. Oké, körülbelül itt a jelölés alatt levágjuk. Ezután jöhet a varrógép, és önt látjátok, szépen ráhagytam, és akkor belülről hajtunk mindig. Ezt kifordítom nektek, hogy tudjam prezentálni. Úgy szereti felvarni, hogy látszódjon a nadrágnak a belseje. Szóval egy hajtás, még egy hajtás. Ugye akkor így fog kinézni a nadrág. Ugye fog látszani a belseje. Úgyhogy mindig belülről hajtunk kifelé, kifordítjuk a nadrágot egyszer, és még egy hajtás. És akkor ezt szépen fel fogjuk várni, varni. A másik szárát is, és akkor avval el is fogunk készülni. Nyugodtan összegombolhatjátok, mert egyszerűbb, és ugye így vesszük fel, derekbe egyenes. Így vágunk, hogy keresztül van hajtva, mint egy öltöny nadrág szépen, hogy szépen álljanak. A varrás ugye fedje egymást. Ugye mind a két szára elérte azt a magasságot, ami nekünk kell. Felhajtással együtt eddig fog érni a nadrág. Oké, és akkor most jöjjön a nadrágnak a felvarása. Ide kikészítettem ugye már a varrógépet, most levesszük róla a takarót, és megnézhetitek, hogy milyen típusú. Szóval itt lenne a mi kis varrógépünk. Ez egy Zinger Tradition nevű varrógép. Ugye ez a pedál, ha ezt nyomjuk, akkor működik a varrógép. Erről kap áramot. Van neki világítása is, amit ugye itt hátul a gépen lehet megtalálni. Ha adunk áramot, akkor ugye a munkaasztalra ad egy világítást. Csak egy picit megnyomom, és mint látjátok, már kezdeni varni a dolgokat, de ezt lábbal fogjuk kezelni. Itt van nekünk a varrandó nadrágunk, amit is ugye itt már meg van jelölve, nem tudom, hogy mennyire látszik a kamerába, és akkor ugye kívülről megfogjuk,
és felhajtjuk, de először állítunk a tűn, hogy ne legyen lent, mert akkor necces lesz varni. Ugye kívülről hajtunk befelé, és amikor kész a nabrád, akkor nem fog látszani a varrás. Azért kell kétszer hajtani, mert amint látjátok, már foszol tulajdonképpen a nadrágnak a szára, és azért kell kettőt hajtani, hogy a foszlást megállítjuk. Férfi kezébe is el tud működni egy varrógép, nem kell tőle megijedni, nem harap. Így, ahogy meghajtottuk, nem tudjátok végig meghajtani, mert a nadrág nem fog annyit engedni, meg hát senkinek is sincs olyan ügyes keze, hogy ezt végig meghajtsa, és úgy meg tudja tartani, mert ahhoz kéne, vagy 26 kéz. És mint ez kész van. Felhajtottuk, csak tudnám szépen felhajtani, így. Akkor megfogjuk, hoppalá, ezt le kell húzzam, mert csak így tudom rádugni a nadrágot, így. És én úgy szoktam elindulni, hogy van itt a hajtás, ugye, és körülbelül itt a hajtástól lentébb egy fél centivel fogom varni. És itt, ahol van a nadrágnak az éle. Na, onnan fogok indulni nagyjából. Így, ugye, hátul van ez a kar. Ha ezt ledolom, ha letolom, akkor a munkaasztalt, vagyis ezt a vezetőt, igen, a tűvezetőt, az szépen megfogja, és ide letolja. Innentől kezdve van csak annyi a dolgunk, hogy szépen megegyengessük a nadrágot, hogy úgy álljon, ahogy kell lesen. Így. Egy-egy centit hajtottam fel, két centit, ez rá volt hagyva. Ugye a magára a nadrágra, amikor vágtam le, de ezt láttátok is. Ugye ott a ruhát állítom, na, úgy kéne, hogy felfelé álljon az a maguk, amiki. Így, leraktam. Szóval nem tudom, hogy mit lehet belőle látni. Ugye a papucsot lehúztam, mert jobban érzem. És akkor ezt nyomom, így sarokkal fogom nyomni. Akkor szépen ugye elkezd dolgozni a szerkezet. Ha lassan nyomod, lassan megy. Ha gyorsan nyomod, gyorsan megy. Kezdőként ne nyom gyorsan, mert nagyon meg bír indulni a szerkezet. Szépen, ahogy mész, hajtod alá az anyagot. Ez a varrógép, kérlek szépen benneteket, egy picit több volt, mint 35 ezer forint. Úgyhogy nem egy nagy tétel, de viszont plusz tűt kell venni hozzá a cérnák, azért na, egy jó minőségű cérna ott kezdődik, hogy hát 1500 forint egy gurigával, ugye egy 100 méter környékén van rajta. Közben igazgatom én a pedált alatta. Na, ez itt a kritikus pont, ugye? Az éleknél áttolni, itt egy picit meg kell tolni, mert amúgy nehezen menne. Mutatom nektek, de a tű ki van emelve, jó, és akkor most csinálunk egyet, hogy átváltjuk ide, és az a tű most egy ilyen mozgás fog megcsinálni, és ebben lezárom, így felemeljük ugye a magát a tűvezetőt, és akkor megfogjuk, és akkor csak szépen lehúzzuk. Na, látjátok gyerekek, sajnos ezt újra kell varnunk, mert Innen szép, ők a belülről, de ha kihajtjuk, hát hogy rohadjon meg. Na, nézzétek be, mit csinált. Hát, de egy szarházi. Ne, hát össze-össze gulázt ezt. Ennye, te!
kis hülye gyerek. Na, kezdjem előről az egészet. Most bontsam ki. Jó. Na jó, először megcsináljuk a másik szárát. Ja, de nem, mert benyolta nekem a tűt. Néha, lehet, hogy most azért is gyűrte ugye nekem a cérnát, mert régen volt használva a gép. És most ilyenje volt sajnos. Így, és akkor innen fogunk megindulni. És innen már maga a varrógép fogja. Itt már csak az a lényeg, hogy mi hajtogassuk aláfele, majd szépen, ahogy megyünk. Na remélem most nem fog bambázni, minden szépen beállítva. Ezt egy picit visszább, ezt is, mert lehet, hogy azért is. Na szóval akkor újra a pedálra lépünk és elkezdjük tolni. Felhúzzuk, kihúzzuk, most szépen kijött, eredetileg jó lesz, levágjuk, ugye ami felőre jön, felőre húzzuk, ami alulról jön, oda rakjuk hátra. Így, és kiforítjuk, és megnézzük, hogy mit művel nekünk most a varrógép. Az van, hogy nem fogom kihúzni, munkás nadrág úgyis, annak készül, hanem rakok alá még egy sort. Egyik szára kész, és a másik szárán is végig megyünk még egy belsővel, vagyis hát egy alsó varrással is. Pedál, és küldjük neki! Szerintem az alsó szára lesz a baj, amiatt nem tud szépen dolgozni a varrógép. Hát igen. Igen, amiatt bizony. Most egy dupla szárat húzott be, hogy miek? Nem tudom. Kérlek, mondjátok már meg nekem, hogy ilyenkor mi van vele, mert tépi a cérnát. És szerintem nem is volt szépen. Nem nagy varrótudásom van, mint látjátok, de legalább megfogom és megcsinálom, úgyhogy nagyjából ennyi lenne a varróiskola. Kommentben létezés írjátok meg, hogy ezt miért csinálja. Takarítva van a gép, nincsen semmi se elhajolva, nincsen semmi se eldeformálódva. Jó minőségű cérnát használok, mert volt már gagyi, ratyi, és azokat dobtam a picsába, nem kellett, mert valóban nem volt jó. Ottan tényleg mindig ezt csinálta, de nem mindig csinálja, ez itt a röhely. Mert jól fűzöm be, másképp nem lehet befűzni, néztem róla több videót, és tényleg így csinálják. Pont ilyen típusú varrógéppel néztem, ilyennel is találtam. Szóval akkor, remélem tetszik a videó, ha igen, akkor tartsatok olyan legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!